Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a Kicsimpolya, a Csimpolya és a Kenderkóc Néptánc Együttesek évzáró rendezvényén. Ezzel a műsorral zárják a 2023-2024-es tanévet, amely ismét sok élményt, örömöt és sikert hozott az együttesek számára. Az oktatók hitvallása, hogy a néptánc foglalkozásaik során a gyermekek állnak a középpontban. Hiszen ahogy Kodály Zoltán is fogalmazott, csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, és csak ezekből lehet boldog ország. Egyesületünk igyekszik-e gondolatok mentén nevelni táncos növendékeiket. Első műsorszámként a Kicsimpolya Néptánc Együttes előadásában vésztői játékfűzést láthatnak, amelyet Nagy András Balázs Baranyai Hajnalka és Nagy András Balázs állított össze. Ezt követően a Csimpolya és a Kenderkóc Néptánc Együttes lánykarának tolmácsolásában Novák Ferenc Kaláka című koreográfia következik, amelyben maroszléki táncokat tekinthetnek meg. Fogadják őket szeretettel! Thank you.
Néptáncosaink az idén is gazdag évadot zárhattak. Sok meghívásnak eleget tettek, és sok esemény résztvevői, valamint szervezői voltak. Csoportjaink a rendezvényeiken mindig megünneplik az évjeles napjait. 2024-ben az Egyesület tovább folytatta a munkát Varga Józseffel és Lévai Dorinával, míg Mahovics Tamással a szeghalmi táncanyagot kezdték el a táncosok. Február 11-én vasárnap Jöjjön a tavasz, vesszen a tél címmel egy jó hangulatú farsangi játszóházat és táncházat szerveztek, ahol a Kenderkóc, a Csimpolya és a Kicsimpolya néptánc együttes táncosai is maskarát öltöttek, és fánksütőversenyt is rendeztek. Március 27-én a húsvéti ünnepkör jegyében Aprók táncházát tartották, amely során a legkisebb táncosok különböző népi gyermekjátékokkal ismerkedhettek meg. A nagyobb táncosokra is gondoltak a szervezők. Nekik lehetőségük volt tojást festeni, írókázni, berzselni. A következőkben a kenderkócosok előadásában Lévai Dorina és Varga József nyárátsejei táncanyagból készült koreográfiáját tekinthetik meg, majd a kiváló Bakator zenekar előadásában meglepetés dallamok csendülnek fel.
És 4-e és 7-e között a Csimpolya és a Kenderkóc Néptánc Együttesek delegációja is részt vett a 25. Kékiringó Néptánc Fesztiválon Székelyudvarhelyen. Majd május 3-a és 5-e között a székelyudvarhelyiek delegációja látogatott el Püspökladányba. Május 4-én megrendezte az Egyesület a 30. Sárétmenti Népzenei, Néptánc és Mesemondó Fesztiválját Püspökladányban a Dorogi Márton Művelődési Központ színház termében. A fesztiválon a helyi és környékbeli fellépőkön túl távolabbi településekről is érkeztek, közel 400 előadó vett részt a rendezvényen. Az egésznapos talpalávalót a Bakator zenekar húzta, a színpadi műsorok mellett számos kísérő program is várta az ide látogatókat népi kézműves foglalkozások formájában. A nap egy fergeteges hangulatú előadással zárult a Tokos zenekar jóvoltából, majd hajnalig tartó szabad táncház következett. Az események sora a mai nappal nem szakad meg. Június 24-e és 26-a között megszervezi az Egyesület a 4. Püspökladányi gyermeknéptánctábort, ahol rengeteg izgalmas táncos zenés programmal várják az érdeklődő gyermekeket. A Görbeszék társulattal Mahovics Tamás néptáncpedagógus és Nagy András Balázs vezetésével játszhatnak, énekelhetnek a gyermekek. A népi gyermekjátékok és drámapedagógia játékok mellett pedig népi kézműves foglalkozáson is részt vehetnek majd a gyermekek. Ezen kívül Simándi László, a háromföldi históriás, magyar népmesékkel is szórakoztatja majd a táncosokat. Szent Iván napjáról sem felejtkezhetünk el, hiszen a Debreceni Tűztánc Fesztivál szíves meghívásának elegettéve az ott megjelenő nemzetközi mezőny több kiváló néptánc csoportjával közösen eleveníthetjük fel majd a jeles nap alkalmához fűződő népszokásokat. A nyáron a táncosok ismét tánctáborban sajátítják el a következő év anyagát. Augusztusban Martfűn fogják táncos ismereteiket, élményeiket és barátságaikat gazdagítani. Műsorunk utolsó blokkjában a Csimpolya Néptánc Együttes előadásában Vas Fruzsina és Nagy Szabolcs moldvai táncokból készült koreográfiája következik, azután pedig a Kenderkócosok előadásában Lévai Dorina és Varga József délalföldi táncanyagból készült koreográfiáját tekinthetik meg. Ezzel a műsorszámmal búcsúzik ebben a tanévben a Kicsimpolya, a Csimpolya és a Kenderkóc Néptánc Együttes. Az együttesek vezetői Nagy András Balázsné Baranyai Hajnalka és Nagy Szabolcs, asszisztens Vas Fruzsina. A Kenderkóc Együttes szakmai segítői Mahovics Tamás, Varga József és Lévai Dorina. A műsort a Bakator zenekar kísérte. Köszönjük, hogy tapsaikkal és kiváló figyelmükkel ezen a délutánon is megtiszteltek bennünket. Kívánjuk, hogy ez a nyár mindannyiuk számára szép élményeket tartogasson. Gyarapítsa egészségünket és gazdagítsa boldogsággal életünket. A Bakator zenekar közreműködésével pedig szeretettel várjuk Önöket, titeket egy közös moldai táncházba. Thank you.
Jaj, de keserves volt az ő élete. Most, hogy elment, oda lett a becsülete. Ütötték, verték, rúgták. Rúgták? Szorították a nyakát. Anyanyám! A lányok ablakánál sűrűn fortogatták. Én is látom. Pedig a lányok azt nem igen érdemlik. Miért? Mert a legényeket mindig plegykába keverik. Most pedig felköltözött barátunk, földi részét osztom szét köztetek. A gazdája kapja az alsó részét. Melyből csinálhat egy jó nagy vécécsészét. A nyaka a prímást illeti meg. Kinek úgyis oda a vidám jövője. A brácsásra nem hagyok egyebet. A világ egyik végiből a másikba mehet. A cimbalmosnak a holló válja ki a szemét. Úgy járja be egész Csongrád megyét. Búcsúzunk hát régi barátunktól. Úram, a részeges embert a más világon járas rá más csizmába. Ne! Ezen a világon eleget járt mezét lába sárban. Dolores Imperco, neked a bor nem jó. De jó! Miért nem ittál pálinkát kámforral? Nem énekelhetni ki most a kántorral. Dolores Imperco, neked a bor nem jó, de jó! Hú.